Tessék, parancsolj. Köszönöm. Szívesen. Itt van a sor, szemautomata belül. Jó. Egyesével engedi be a gumikesztyűt viselő biztonsági őr az ügyfeleket a NAV szexárdi kirendeltségére. A kiszolgáló térben csak annyian lehetnek, ahány ablaknál fogadni tudják őket. Emiatt sorok alakultak ki már szerdán is a NAV előtt. Ezért a hatóság azt kéri, aki személyesen akar náluk ügyet intézni, az előtte foglaljon időpontot online. Fontosnak tartja az adóhivatal azt is, és kérjük, hogy az egészség megőrzés érdekében a halaszthatatlan személyes ügyintézés során, amíg nem tették meg, akkor nyissanak ügyfélkaput, vagy pedig igényeljenek telefonos ügyfélazonosító számot, úgynevezett PIN-kódot, azért, hogy a későbbiekben telefonon vagy pedig online elektronikusan tudják intézni adóügyeiket. A vírus miatt rövidebb ideig vannak nyitva a NAV ügyfélszolgálatok. A hatóság így akarja csökkenteni az ügyfelekre és a nálunk dolgozókra ható kockázatot. Hétfőn és csütörtökön csak délig, pénteken pedig 11:30-ig fogadnak ügyfeleket. Az SZHIA tervezeteket viszont hosszabb ideig lehet jóváhagyni, mielőtt azok véglegessé válnak. Elkészítette a Nemzeti Adó és Vámhivatal a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket. Az ügyfélkapuval rendelkezők ezeket már március 15-től megtekinthetik az ügyfélkapunk keresztül, illetve akár okostelefonon, tableten is lehet otthon ezt nem csak megnézni, hanem szerkeszteni is. Segítséget kérni telefonon lehet a 1819-es telefonszámon, vagy pedig PIN-kóddal az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszeren keresztül a 0680 2021 22-es számon. Kérjük, hogy a személyes helyet válasszák az elektronikus utat. Azok, akiknek nincs ügyfélkapujuk, azok se keressék most fel személyesen ügyfélszolgálatainkat, hiszen egészen április 15-éig, tehát meghosszabbított határidőig, április 15-éig kérhetik a tervezetnek a postázását az adóhivataltól. Ezt többféleképpen lehet kérni, SMS-ben a 0633444304-es telefonszámon, kötetlen formátumú levélben, a 1819-es hívószámon, aztán a BEFTER formanyomtatványon és a NAV honlapjáról letölthető űrlapon. Az Erő Vízi Közműz ZRT ügyfélszolgálati irodái március 16-a óta vannak zárva. Telefonon, levélben, online e-mailben az ügyfélszolgálatot továbbra is kereshetik az ügyfelek. Hazánkban a csapvíz fogyasztásra alkalmas, ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, ezt mondja a szolgáltató régió vezetője. Napi szinten több kritérium alapján ellenőrzik a hálózatba bocsátott ivóvizet, megfelelő védőfelszereléssel a munkát. Most minden, ami kontakttal járó dolgunk volt a lakosságvel, azt fölfüggesztettük, tehát a vízóra olvasást, illetve a behajtás, pénzbeszedés dolgait, tehát innentől kezdve egy ideig biztos, hogy átlagszámlákat fognak kapni a fogyasztók, és utána lesznek majd ezek a dolgok bepótolva. Most rendeltük éppen el, hogy a korlátozott fogyasztókat is felszabadítjuk. Most azok is kapnak ivóvizet, akiknél korábban díjtartozás miatt szűkítőket szereltek fel. A cég vezetője pedig azt kéri, hogy a számlákat mindenki fizesse be, de lehetőleg online utalással. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai is megváltozott munkarendben dolgoznak. Ők is próbálják lassítani a koronavírus terjedését. Tolna megyében így most csak összesen 5 irodában fogadnak ügyfeleket. Nyitva lévő irodáink a Bonyhádi, a Dombóvári, a Paksi, a Szekszárdi és a Tamási irodák. További változás, hogy arra kérjük a tagjainkat, hogy ha kérdésük van, akkor elsősorban ne személyesen, hanem telefonon vagy e-mailben keressenek meg bennünket. Amennyiben viszont elkerülhetetlen lenne a személyes ügyintézés, akkor előtte telefonon egyeztessenek időpontot a kollégáimmal. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a személyes ügyintézésre érkezőket egyesével engedjük csak be az irodába, és nagyon fontos lenne egymás védelme érdekében az ügyintézés során a szájmaszk viselése. A szekszárdi önkormányzat ügyfélszolgálata sincs nyitva hétfő óta, azóta már csak online lehet ügyeket intézni. Online működik a rendszer, kollégáknak egy jelentős részét hazaküldtük, hogy távmunkában végezzék el a munkájukat, tehát minden eszközt megpróbál megragadni ahhoz, hogy a kollégákat se hozzuk rossz helyzetbe, vagy veszélyes helyzetbe, vagy éppen az ügyfeleket sem, hiszen nagyon sokan jönnek be. Ez a hét ráadásul a helyi adóról szól, nagyon sokan látogatnak be a hivatalba. És én azt gondolom, hogy még sok döntés előtt állunk, amelyek a mindennapjainkat jelentősen fogják majd befolyásolni. A legtöbb ügyfélszolgálata a veszélyhelyzet visszavonásáig működik megváltozott nyitvatartási rend szerint.